Jó reggelt kívánunk minden Süsfelnap hallgatónak, a mikrofonnál továbbra is Denke Dani és Bredák Szandi. Mi ugye már egy picit felelevenítettük az érettségi időszakunkat, amiről én elmondtam, hogy nekem az körülbelül egy ilyen fekete lyuk. Na de a lényeg... Igen, de a lényeg az, hogy hát folytatódik ugye most is az érettségi, bár ma éppen semmilyen tudásról nem kellett beszámolniuk a diákoknak, ám de holnap majd igen, tegnap pedig biológiából vizsgáztak. Itt van velünk a vonalban Kisné Hegedűs Éva, a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér gimnázium igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat. Hogy kell elképzelni ebben az időszakban a gimnáziumot? Őrültek háza van, vagy mi van ott ilyenkor? Nem, nagyon, nagyon jól előkészítettük az érettségi vizsgát, ilyenkor már nincsen őrültek háza. Amikor elkezdődik a nagy, úgymond a nagy tantárgyakkal elkezdődik az érettségi, írásbeli érettségi vizsga, ami a múlt héten lement, akkor például a mi iskolánkban nincs is tanítás a szó szoros értelmében, mert olyan sok érettségizőnk van, hogy ilyenkor csak érettségi van, illetve minden osztálynak múlt héten voltak a házi vizsgái. Ezen a héten már a kisebb tárgyak vannak, kevesebb vizsgázóval, úgyhogy ezt már meg tudjuk oldani a tanítás mellett, de elkülönítünk egy folyosórészt, ahol folynak az érettségi vizsgák, és nincsen semmi probléma, nincsen őrültek háza. Mit jelent az a házi vizsga a többi, tehát az alacsonyabb osztályok, és számot adnak így évvégén a tudásukról? Igen, 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 nálunk az a szokás, hogy egészen 5. évfolyamtól kezdve, 11. évfolyamig meg van határozva a pedagógiai programunkban, hogy melyik évben, melyik tantárgyból kell házi vizsgát tenni. Több év anyagából számolnak be ilyenkor a gyerekek. Ez egy nagyon jó gyakorlási lehetőség nekik az élesebb vizsgahelyzetekre, tehát az érettségi vizsga szituációt is gyakoroljuk ezzel, illetve azt is megtanulják így az évek során, hogy hogyan lehet a tudásukat rendszerezni, és egyszerre egy nagyobb, több évből álló anyagrészt tudni áttekinteni. Egyébként, amikor a gyerekek ide járnak, akkor természetesen nem szeretik a házi vizsgát, viszont amikor már egyetemisták és visszajönnek, akkor egytől egyig mindig azt mondják, hogy hú, milyen jó volt, hogy volt nálunk házi vizsga, mert milyen rutint szerettek. Igen, felkészíti őket tényleg az érettségire. Igen, akkor. Nincs már nekik ilyenkor problémájuk. Úgyhogy ez a házi vizsga minden osztálynak van ilyenkor májusban. Egyébként ilyenkor, ilyen időszakban az iskola igazgatója mennyire tartja szorosan a kapcsolatot a vizsgázókkal? Tehát amikor kijönnek éppen az aktuális vizsgáról, vagy másnap beszélget a diákokkal, hogy élte meg az aznapi vizsgát éppen? Hát erre nem nagyon van idő, meg lehetőség. Nekem itt az egész érettségi vizsga előtt folyamatosan figyelnem kell például az oktatási hivatal üzeneteit, tehát nincs arra idő, hogy én a gyerekekkel beszélgessek, és egyébként nem is egyszerre végeznek, ugye általában. A stréberebbek már előbb kijönnek. Igen, igen. És a végzősökkel igazából utána már nincs is kapcsolatunk, mert ugye ők már nem járnak iskolába. Akik előrehozott vizsgát tesznek, a 10-esek, 11-esek, velük van lehetőségem a későbbiekben megbeszélni a tapasztalatokat az érettségi vizsgáról. Mert ugye azért kíváncsi vagyunk arra, hogy a tanárok, illetve a diákok szerint mennyire volt nehéz például az idei érettségi a fő tantárgyakból. Hát ez nagyon, nagyon szubjektív, igen, hogy kinek mi a nehéz. Mindenkinek az a nehéz, amit nem tud, és mindenkinek az a könnyű, amit tud. Úgyhogy én erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon bízom benne, hogy mi gyerekeinknek könnyű volt az érettségi vizsga. Igen, azért... voltak, de... Ez még tart, tehát most még csak ott tartunk, hogy lementek a nagy tárgyak, illetve ezen a héten lement hétfőn a digitális kultúra informatika, kedden a biológia, de még folytatódik tovább, tehát csütörtökön még jön a kémia, a földrajz, és még a jövő héten is folytatjuk tovább az emelt informatika vizsgával, a latinnal, a fizikával, a vizuális kultúrával, stb. 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 Szóval
még tart a jövő hét végéig az írásbeli vizsgaidőszak. Igen, az jutott eszembe, hogy foglalkoztunk nem olyan régen a reggelben a mesterséges intelligenciával, hogy ma már sokan úgy írják meg a szakdolgozatot is, például sajnos. Hát ugye itt nem tudnak mesterséges intelligenciát felhasználni, hiszen tényleg ott kell lenni, és meg kell oldani a feladatokat. Viszont biztosan ön is hallott arról, hogy olyan pletykák terjengtek, hogy a történelem vizsgák, az érettségi vizsgák azok így kikerültek előtte, de aztán kiderült, hogy ugye ez nem az. Ilyenkor egy iskolaigazgatónak mi az első gondolat? Hát az, hogy természetesen nem kerülhet ki. Tehát az nagyon, nagyon nagy baj lenne, hogyha ki tudna kerülni. Utoljára én úgy tudom, hogy 2005-ben volt, amikor kikiváltott. Igen, az volt az én évem. Igen, akkor kezdtük ezt az újfajta kétszintű érettségi rendszert. Az volt a legelső év, és akkor kiszivárgott a matematika. Azóta nem volt ilyen, ebben én egészen biztos vagyok, mert én azóta itt szervezem az érettségi vizsgákat ebben az iskolában. Igen, én is hallottam reggel, mondták a történelem tanárok, hogy mire számítanak, hogy elvileg mi az, ami kiszivárgott, de természetesen nem az volt, úgyhogy nem volt most sem ilyen probléma. Azt is lehetett hallani, hogy idén már kevesebben mennek emelt szintű érettségire, ott a Batyiban lehet már ilyen statisztikát tudni? Hát én nem ezt tapasztalom, hogy kevesebben lennének, sőt, mivel mi érettségi vizsgaközpont vagyunk 2012 óta, ami azt jelenti, hogy a környékről, a környező településekről hozzánk osztja be az oktatási hivatal a vizsgázókat, tehát emelt szinten hozzánk jön a környékről mindenki vizsgázni gyakorlatilag, illetve akiknek már nincsen tanulói jogviszonya, azok pedig jelentkezhetnek középszinten is nálunk, de ez nem is volt kérdés, zárójelbe zárva. Tehát visszatérve az emelt szintre, soha nem volt nálunk még ennyi emelt szintű vizsgázó, mint az idén. Pontosan meg tudom mondani, 349 vizsga van nálunk emelt szinten, úgyhogy ez egyáltalán nem kevesebb, mint eddig. A mi gyerekeink biztosan mindenki legalább egy százból tesz emelt szintű vizsgát. Egyrészt azért, mert a legtöbb egyetemen ez már kötelező a belépéshez, hogy emelt szintű érettségi vizsgája legyen. Másrészt meg plusz pontokat lehet szerezni ezáltal, úgyhogy nálunk minden gyerek legalább egy, de átlagosan majdnem kettő emelt szintű vizsgát tesz. Úgyhogy nem csökkent. Na, ezt jó hallani. Igen. Hát meg ez nekem nagyon-nagyon meglepő, hogy szinte minden tanuló egy emelt szintű érettségit biztosan tesz, vagy emelt szintű vizsgát. Hát az anno az én időmben még nem feltétlenül így volt. Uh-huh. Hát ez, mivel az a profilja az iskolánknak, hogy a felsőoktatásba szeretnének innen bejutni a gyerekek, muszáj, hogy gyűjtögessék a pontokat. Úgyhogy nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el emel szinten, illetve hát gyűjtögetik a nyelvvizsgákat is. Pont ezt akartam mondani, hogy anno, amikor nekem is porondom volt a nyelvvizsga, egyébként én is önöknél vizsgáztam már, mint hogy ugye akkor is oda lehetett menni vizsgázni, és hogy az a hír járta, én Dunaharasztira jártam a Baktai gimnáziumban, ott nem volt ez annyira jellemző, hogy önöktől már úgy jönnek ki a diákok, hogy egy legalább, de valakinek már két nyelvvizsgája van. Ezt hogy csinálják? Hát egyrészt nagyon, nagyon ügyes, okos gyerekek járnak hozzánk, másrészt szuper nyelvtanáraink vannak, harmadrészt meg ez muszáj ahhoz, hogy a gyerekek bejussanak. Én most pontos számot nem fogok tudni mondani, de a 99 érettségizőnk, akik az idén végeznek nálunk, körülbelül 170 nyelvvizsgával rendelkeznek már. Kicsit leesett az állunk, így Danival egymásra néztünk. El is szégyeltem magam. Nekem csak egy volt. Nekem meg egy sem, mert én még a múlt évezredben érettségiztem, és akkor meg még ez nem volt annyira fontos. Egyre fontosabb az, hogy legyen nyelvvizsga, úgyhogy... Amúgy, ha már nyelv, akkor megütötte a fülemet az előbb a latin. Tehát, hogy még a latinból is sokan érettségiznek önöknek? Hát nem, sajnos már nem sokan. Ez az egyik szívfájdalmam, hogy a 2020-as nemzeti alaptanterv gyakorlatilag megszüntette
ezt a lehetőséget, hogy nálunk latin nyelv oktatás legyen abban a formában, ahogy 30 évig volt. A 8 osztályos gimnáziumban nálunk kötelező volt 5-től 8-ig a latin nyelv, és utána, akik szerettek volna ebből érettségivizsgát tenni, azok még 9-ben, 10-ben tanulták tovább fakultáción, és így volt lehetőség. Hát a fénykorban volt, amikor az egész országban nálunk volt a legtöbb latin érettségiző, volt olyan év, amikor 30-an is érettségiztek. Hát sajnos egyrészt az új nemzeti alaptantárgy bevezetésével ez most már nincs ez a lehetőség, úgyhogy az utolsó 8. évfolyamunk van most a gimnáziumban, akiknek még kötelező a latin. Egy-két évig még kifutó rendszerben lesz néhány érettségizőnk, de sajnos már kevés. Úgyhogy hát ettől búcsút kell vennünk a latin nyelvtől lassan. És lassan azért az érettségitől is reméljük búcsút vehetnek a diákok. Meddig tart június végéig? Hát a szóbeli érettségi vizsgáknak a mi iskolánkban június 27-én lesz vége. Rengeteg vizsgázónk van. Ahogy mondtam, a 99 végzősünk mellett nálunk szerencsére nagyon előrelátóak a kisebbek is, és 11. évfolyamosok közül is 80-an, 10. évfolyamosok közül is körülbelül 80-an tesznek előrehozott érettségi vizsgát. Úgyhogy mire mindenkinek vége lesz a szóbeli vizsgáinak is, addigra nálunk június 27-e lesz. Na de ennyire még ne szaladjunk előre, hiszen a hétvégén is történik egy nagy esemény, akár a diákok is lazíthatnak kicsit, meg mindenki, aki szeretne egy jót bulizni, hiszen most szombaton lesz a Batyi bál. Milyen bárra számíthatnak azok, akik mennek? Meg kik mehetnek? Uh-huh. Akárki? Bárki, akárki, igen. Ezt minden fórumon, minden kommunikációs csatornán igyekszünk közhírré tenni, hogy bárki, aki szeretne egy jót szórakozni, jöhet hozzánk, a titkárságon lehet még mindig jegyeket venni. Hát ha valaki vacsorázni is szeretne, akkor már csak csütörtök délig, mert utána le kell jelenteni, de vacsora nélküli jegyet akár még utána is lehet. Tehát alapvetően a szülőknek, a barátainknak, az ismerőseinknek, bárkinek lehetősége van, aki szeretne jönni. Nagyon-nagyon jó buli lesz, úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit. Kifejezetten tetszik egyébként az, hogy a bálból befolyt összeggel mi a cél? Ezt elárulja nekünk, hogy mire fogják költeni azt a pénzt? Igen, mindig valamilyen célt kitűzünk magunk elé. Most ebben az évben kültéri pihenőt szeretnénk a gyerekeknek vásárolni ebből az összegből. Jön a nyár, bár most nem úgy néz ki, de egyszer majd csak jön. Ez csak eljön. És a gyerekek nálunk nagyon szeretnek kint az udvaron lenni, úgyhogy a kis meglévő pihenőink mellé, meg a kondiparkunk mellé, most előre a főbejárat mellé szeretnénk egy kis szedett pihenőt a gyerekeknek. Hát akkor így legyen. Igen, lehet hozzájárulni most szombaton egy jó kis retro bulival, mert hogy ugye a Batyi bálnak most ez a tematikája, lesznek műsorok, fellépők, zenél a Divina Mahina zenekar, utána a DJ Derik hozza a retro slágereket, tombola, és hát akár vacsival, igen, vagy akár vacsi nélkül is lehet egy jót bulizni, úgyhogy mindenkit erre ösztönzünk, hogy a most szombati programját azt ehhez igazítsa majd, úgyhogy jó bulit előre is, na meg kitartást akar az érettségi szezonhoz. Köszönjük szépen. És lehet majd olyat, hogy a szóbeli vizsgák lezárulta után újra beszélgetünk? Egy ilyen kis összefoglalóként? Igen, persze, természetesen. Hát megmondom őszintén, hogy nekem mindig van egy vízióm, hogy mit szeretnék az érettségén. Én most nem szeretnék többet, mint tavaly. Tavaly 4,7 volt a gyerekeinknek az érettségi, igen, átlaga. Uh-huh. Úgyhogy ezzel elégedett lennék most is, nagyon. Hát ezt kívánjuk, hogy így legyen. Köszönjük szépen a beszámolót. Kisné Hegedűs Évával beszélgettünk az elmúlt néhány percben, a Szigetszent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatójával. Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt nekünk.